Nem fogott kezet Baranyi Krisztinával a leköszönő polgármester, miután aláírták az átadás átvételről szóló dokumentumokat. A fideszes Bácskai János ezt azzal indokolta, hogy az újdonsült polgármester korábban megfenyegette az ő kollégáit és képviselőtársait. Bácskai egyébként híradónknak azt mondta, áll azoknak a vizsgálatoknak az elébe, melyeket a kampányban ígért Baranyi Krisztina, mert a kerületben minden törvényesen zajlott a vezetése idején. Baranyi Krisztina érkezett először a ferencvárosi polgármesteri hivatalba, hogy hivatalosan is átvegye a polgármesteri tisztséget Bácskai Jánostól. A kerület új vezetője kampányában azt ígérte, alaposan átvilágítja majd az önkormányzat működését, különös tekintettel a közbeszerzésekre. Tiszteltem Bácskai úr! Az átadás átvételre érkező leköszönő polgármester híradónknak azt mondta, áll a vizsgálatok elé. Nagyon sok mindent ígért már. Meglátjuk, hogy ezekből az ígéretekből mit tart be. Remélem ezeket mindenképpen. A vizsgálatok előtt azonban még ezeket a paksamétákat is át kellett néznie az átadó és az átvevő polgármesternek. A dokumentumok ellenőrzése egyébként szinte fennakadás nélkül zajlott. Egyedül azon alakult ki kisebb vita Baranyi Krisztina és Bácskai János között, hogy aláírjanak egy úgynevezett teljességi nyilatkozatot is. Most már az átvevő polgármesterhez fordulok, hogy megtudhatjuk akár a nyilvánosság kedvéért, akár nem nekik sem, felvenik lehetnek éjfélig is velünk, tehát bármennyi itt lehetnek, hogy miért kérjed. Magyarul, hogy minden itt van, ami ebben az önkormányzat működési körébe esik, minden olyan dokumentum itt megvan, és átadja most ez alkalommal. Végül ebben is megállapodtak, és az is kiderült, hogy milyen gazdasági helyzetben veszi át a kerületet az új polgármester. A sajtókedvéért ez a pártsorára 900 milliárd forintot hagyunk, amit holnaptól lehet tölteni. Az átadás átvétel egy bő óra alatt lezajlott, azonban a készfogás elmaradt az aláírások után. Nem is komoly, nem viccelem már, társadalás. Amit csináltuk, az is komoly. Megfenyegette a kollégáimat, megfenyegette a képviselőtársaimat. Baranyi Krisztina híradónknak azt mondta, azonnal nekilátnak a munkának, és átnéznek minden szerződést, amit a kerület kötött. Természetesen folyamatában az összes cégnél és az összes intézménynél is mindent áttekintünk, és hát nem biztos, hogy valami csak akkor felháborító, hogyha törvénytelen vagy jogszabályellenes. Az új polgármestert egyébként meglepte, hogy ennyi vagyona van a kerületnek. Szerinte ennek fényében még inkább megmagyarázhatatlan, hogy miért van még mindig 800 olyan lakás Ferencvárosban, ahol a gangon van a WC.